Hello! Árvai Nóra vagyok, krónikus nőbetegeket segítő pszichológus, perinatális szaktanácsadó szakíró, az endoblog.hu bloggere. A mai videónkban az endometriózis diétákról fogok nektek beszélni. Biztos, hogy te is észrevetted már, hogy számtalan éppen aktuális, éppen trendi endometriózis diéta létezik, és sokat olvasgattál ezekről az interneten. Természetesen mindegyik kutatásokkal tudja igazolni a maga igazát és hatásosságát. Az endometriózis diétákkal egy gond van. Az, hogy nagyon-nagyon könnyen elmennek egy ilyen bizonyos határon túlra, és már nem egészséges életmódról szólnak, hanem egyfajta mániáról. Azt kell, hogy tudd, hogy ez adja meg a betegeknek a kontrollt. Alapból egy kiszolgáltatott helyzetben vannak, a saját testük felett érzik azt, hogy elveszítették az irányítást, különféle tüneteket produkálnak, hogy nem jön a gyerek, orvostól orvosig mászkálnak, mindenhol át kell adni az irányítást másnak, egy orvosnak, egy életmódtanácsadónak, egy alternatív terapeutának, bárkinek. Mindenhol van irányítás, csak saját magánál nem. Ez egy beteg nőnek iszonyatosan rossz érzés, és nagyon erőteljes bizonytalanságot fakaszt benne. Hogyha te azt mondod, hogy itt van egy diéta, higgy ebben, és ez majd segít neked, főzőcskézz otthon, akkor visszakapod a kontrollt. Már nem vagy többet kiszolgáltatott, hanem van egy ilyen érzeted, hogy tehetsz valamit saját magadért. Ebben rejlik az endometriózis diétáknak a divatossága, a népszerűsége. A helyzet azonban az, hogy az endometriózis sokkal, de sokkal kevésbé van a táplálkozás által meghatározva, mint ahogy azt valójában hisszük. A lényeg az, hogy kevés ösztrogént egyél, mert az endometriózis ösztrogén függő betegség, tehát az ösztrogén tartalmazó cuccokat kerüld el, de ezen belül, hogy most éppen melyik irányzathoz csatlakozol, az igazából nem oszt, nem szoroz, ezer és ezer beteggel beszélve azt látom, hogy igazából az használ, amiben így éppen hiszel. A helyzet az, hogy nagyon-nagyon figyelned kell, hogyha endometriózis diétát követsz, hogy mi az a határ, ami nem szabad átlendülni. Tehát ha azt veszed észre, hogy már nem tudsz a barátaiddal elmenni, beülni valahova és ott enni valamit egy étteremben, már nem tudsz választani, amit te megehetnél jó szívvel. Ha bűntudatod van az étkezésed miatt, ha minden gondolatod az étkezés körül forog, ha álló nap ki se tudsz jönni a munkából, hogyha nem tudsz a kollégáiddal elmenni ebédelni, akkor átlendültél ezen a bizonyos határon, és már nem egészségesen táplálkozol, az egészséges táplálkozásod már elvesz tőled, és nem ad neked. Nagyon figyelj arra, és félre ne érts engem, én nem az egészséges táplálkozás ellen beszélek, tehát abszolút magam is úgy táplálkozom, hogy nem mérgezem a testem ilyen cukrokkal, csokikkal, csipszeskékkel, ilyesmi, hanem szeretem, tisztelem a testemet, és megadok neki mindent, amire szüksége van. Az ortorexia nervóz egy új pszichológiai fogalom. Arról szól, amikor az egészséges életmód egy mániába csap át, és eluralkodik az életed fölött. Az endometriózis kapcsán nem az a lényeg, hogy mi van a tányérodon, hanem az, hogy mi van a fejedben. További segítségért és valódi válaszokért keresd az endoblogot. www.endoblog.hu. Sok szeretettel várlak. Szép napot, szia!